Gyürevillő és tanára Benedek Vitünde négykezes játéka színesítette a Magánzeneiskola 25. évfordulója alkalmában rendezett tárlatzárását, amelyen Peták Mária művésztanár képei voltak kiállítva. Az eseményen részt vett Oláh Nóra művésztanár is, aki felhívta a jelenlévők figyelmét az alkotó egyediségére. Ő a belső képeit vetíti ki, tehát az érzelemvilágának, a tudatának a belső képeit. A fotóin is ilyen borongós, meditatív, talán ez a meditatív szó lenne az egész kiállításnak is a kulcsszava, tehát egy ilyen tűnődő, elgondolkodó, meditatív. Érdekessége még egyébként a képeknek, hogy nincs címük. Tehát egy kicsit nem csak az ő meditációi, hanem a nézőt is meditálásra készteti, és talán címadásra, kinek mit üzen. Ugyan címeket nem kaptak a képek, de tegnap az érdeklődők egy interaktív tárlatvezetésnek lehettek a részesei. Az alkotó megosztotta a remek művekkel kapcsolatos érzéseit, gondolatait, hogy mi inspirálta a képek, a grafikák vagy éppen a festmények közben, és azt is elmondta, hogy milyen üzeneteket rejtett el bennük. Van szimbolika, például található a kiállításon mondjuk egy angyali üdvözletkép, ami nem teljesen egyértelmű, szárnya, vagy tollakat láthatunk lebegni a levegőben, és egy angyal szárnyának egy darabkája látszik csak. Lilium is van a képen, tehát ezek olyan szimbólumok, amik mindig az angyali üdvözletet jelentik. De van például üzenet egy pár évvel ezelőtt elhunyt festőművész barátom emlékére is, tehát ilyen jellegű üzenetet is találhatunk a kiállításon. Az is kiderült, hogy a zene, a tánc, a mozdulatok, a gesztusok nagyon inspirálóan hatnak Peták Máriára, amelyek a képekben is visszatükröződnek. A közel 40 alkotásból álló tárlatnak a Hagymaház aulája adott otthont.